Több mint 200 millió forintos ráfordítással új kereskedelmi egység nyílt Sárospatakon. Egy évek óta üresen álló üzletet vásárolt meg a hazai tulajdonú hálózat, melyben többségében magyar termelők termékeit kínálják. Az észak-magyarországi régióban összesen 12 egységet vett át a társaság, melyek közül az egyik a pataki. A területi igazgató elmondta, számukra fontos a zempléni jelenlét, ezért is döntöttek úgy, hogy jelentős anyagi ráfordítással létrehozzák az üzletet. A beruházás értéke az ingatlan beruházáson túl mintegy 100 millió forint összegből hoztuk így össze a kereskedelmi egységet, vagyis ugye hűtött-hűtetlen berendezések, az informatikai rendszer kialakítása ennyit igényelt. Az árukészlet, amit betettünk ebbe a kereskedelmi egységbe, az egy 55-60 millió forintra tehető. A nyitással kapcsolatban Sárospatak polgármestere kiemelte, egyik hozadéka a beruházásnak, hogy a város határában álló épület nem maradt üresen, kihasználatlanul. Másrészt pedig egyeztettek a helyi termelők áruinak értékesítéséről, melynek eredményeként a pataki beszállítók is új piacra találhatnak. Sárospataki és Sárospatak környéki őstermelőknek lehetőségük lesz bekerülni ebbe a piacba, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy itt óriási termelésben folyik például az alma vagy körtetermesztés, de mondhatnék más gyümölcsöt is, illetve viszont is reménykedem abba, hogy itt Sárospataki telephelyen rendelkező cég majd valóban olyan áron tudja a termékeit kínálni, hogy mondjuk a mi 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő konyhánk is innen fog vásárolni. További fontos eredménye a több 100 millió forintos befektetésnek, hogy munkahelyek létrehozásával tovább csökken a munkanélküliek száma a városban. Jelenleg 25 főt foglalkoztat a társaság, és középtávon bővítést terveznek.